Sziasztok! Szatmár Ildikó, nagyváradi magyar tanár vagyok. A mai órán egy novellát fogunk közösen feldolgozni, a helyzethez adaptált úgynevezett szakaszos olvasási módszerrel. A műfajjal bizonyára már többször találkoztatok. Ha arra kérnélek benneteket, hogy soroljátok fel ennek a műfajnak a fontosabb jellemzőit, akkor bizonyára ilyen vagy ehhez hasonló válaszok születnének. Kis terjedelmű epikus alkotás, a főszereplő életének egy sorsfordulatát mutatja be, a cselekmény általában egy helyszínen, rövid időegység alatt játszódik, kevés szereplő vesz részt az eseményekben, a történet egyetlen szálon fut, csattanószerűen zárul. Mikszáth Kálmán, Bede Anna tartozása című írása, amit látni fogjátok, minden szempontból megfelel e műfaj követelményeinek. Mielőtt megismerkednénk az első résszel, figyeljük meg egy picit a novella címét. Címmeditációval el lehetne képzelni, hogy vajon miről is fog szólni ez a történet. De ebben a helyzetben maradjunk meg csak annyiban, hogy vizsgáljuk meg a címbeli tartozás kulcsszót. Hogy is mondhatnánk másképpen? Tartozás, adósság. A fogalom hallatán valószínűleg nagyon sokan valamilyen anyagi kötelezettségre gondolnának, de bizonyára másféleképpen is lehet adósnak lenni. Adósak lehetünk mondjuk egy köszönettel is. Vajon Mikszáth szövegében milyen jelentéssel fog gazdagodni ez a fogalom? A novella szövegét a tankönyvetek 103. oldalán találjátok meg. Arra kérlek, hogy egy pillanatra állítsátok meg ezt a videót, vegyétek elő a tankönyveteket, vagy esetleg keressetek egy Mikszáth novellás kötetet, lapozzátok fel, és nyissátok ki Bede Anna tartozása című szöveghez. Első egységként a kissé elnyújtott alaphelyzetet fogom nektek felolvasni. Beszédes már az előkészítésnek is a hangulata. Kérlek, hogy figyeljetek az ilyen jellegű utalásokra. Mikszáth Kálmán, Bede Anna tartozása. Mind együtt ültek a bírák, ott künn a köd, neki nehezedett az idomtalan épületnek. Szinte összét szorítá annak falait. Ráült az ablakokra, és elhomályosítá a jégvirágokat. Kinek is ide a virágok? A teremben nehéz, folytott levegő volt. Ködmön és pálinka szag. És a legfelső ablaktáblán csak lassan, lomhán forgott az ólom karika. A bírák fáradtan dőltek hanyatt a székeiken. Az egyik behunyt a szemeit, s kezét bágyattan leeresztve hallgatta a jegyző tollának percegését. A másik ásítozva dobolt ironnyával a zöld asztalon, míg az elnök, letolva pápa szemét orra hegyére, izzadó homlokát törli kendőjével. Szürke, hideg szemei fürkészve szegződtek az ajtóra, melyen most távozik az imént letárgyalt bűnügy személyzete. A beidézett tanúk és vádlottak. Van-e még odakünn valaki? Kérdi vontatott hideg hangon a szolgától. Egy leány, mondja a szolga. Hadd jöjjön be az a leány. Az ajtó kinyílt, és a lány belépett. Üde légáramlat súrant be vele, mely szeliden meglegyintette az arcokat, s megcsiklandozá a szempillákat. A vastag ködön át, mintha egy sugár is lopódzott volna az ablakhoz, s ott táncolna a jégvirágok között, megsokszorozva magát a tárgyalási terem falain és bútorzatán. Takaros egy teremtés, délceg, arányos termet, melyre a kis virágos ködmönke olyan módosan simult, mintha szoborra lenne öntve. Fekete szemei szendén lesütve, magas, domború homloka elborulva. Megjelenésében báj, mozdulataiban kecs, szoknyája suhogásában varázs. Mint minden epikus alkotásnál, ebben az esetben is a bevezető részből megismerhetjük a helyszínt, a történet idejét és a szereplőket. Vizsgáljuk meg először is a történet helyszínét. Az első mondatokból egy nagy perspektívájú képet,
A bíróság idomtalan épületét képzelhetjük el. Húzzuk is alá ezt a jelző szerkezetet. A második bekezdésben egy szűkebb térbe, a tárgyalóterembe kalauzol bennünket a narrátor. A teremben nehéz, folytott levegő volt. Ebben a térben jelennek meg a bírák, mint csoportos szereplők. A bírák fáradtan dőltek hanyatt. Majd fokozatosan irányul a figyelem az elnök alakjára. Az elnök szürke hideg szemei fürkészve szegződtek az ajtóra. Bizonyára emlékeztek még, hogy arra kértelek, figyeljetek a bevezető rész hangulatára. Nyomott, folytott légkör jellemzi a benti világot. Köd nehezíti a kintit. És mint egy varázsütésre megváltozik minden, amikor belép a leány, akit az olvasó a címszereplőnek vélhet. Ellentétpárokkal érzékelteti a narrátor ezt a hangulatváltást a szövegben. Keressük ki ezeket az ellentétpárokat is. Köd, nehéz, folytott levegőről olvashattunk a bevezető részben. A lány megjelenése után viszont üde légáramlat súrant be a terembe. Vagy a vastag ködön át, mintha egy sugár is lopódzott volna az ablakokhoz, s ott táncolna a jégvirágok között. De ellentét figyelhető meg a lány alakjának leírásában is. Bája, kecsessége, szépsége, azaz külső tulajdonságai ellentétben állnak elborult homlokával, vagyis zaklatott lelki állapotával. Vajon mi lehet ennek az oka? Fény derül mindenre, ha tovább olvassuk a szöveget. A második szövegrészt olvasom. Mi járatban vagy, gyermek? Kérdi az elnök közönösen. Az ilyen merev, szigorú hivatalnoknak nincs érzéke semmi iránt. A lány megigazítja a fekete kendőjét a fején, és mély sóhajjal feleli. Nagy az én bajom, nagyon nagy. Hangja lágy és szomorú, a szíve kikhat, mint a zene. Mert mikor már elhal is, mintha még mindig zendülne a levegőben, elváltoztatva mindenkit és mindent. A bírák arca nem olyan mogorva többé, a király képe meg az országbírói is odább nyájasan integet neki a néma falról, hogy csak beszélje el azt a nagy bajt. Ott az írás elmondja az, csak hogy azt még előbb meg kell keresni a keblében. Ki kell gombolni a pruszlik felső kapcsát, és kezeivel belenyúlni érte. Ó, a csúf kapocs, mi lepattant, leesett. Milyen elbűvölő látvány, amint lehajol érte szemérmesen, s az írás is kihull onnan. A kegyetlen szürke fej az elnöké elfordul, csak a nagy, kövér kéz van kinyújtva az írás felé. Egy végzés, dünnyögi, amint szóró szeme elszalad az iraton. Bede Anna felhivatik, hogy fél évi fogház büntetését mai napon megkezdje. A lány szomorúan bólint a fejével, és amint azt mélyen lesüti, hátra csúszik rajta a gyászkendő, és a gazdag fekete haj egy vastag fonata kioldózva ömlik arcára. Jobb is, ha eltakarja, mert a fehér lilion volt előbb, olyan most a szégyentől akár a bíbor. Ma egy hete kaptuk az írást, rebegi töredezve. Maga bíró uram hozta, meg is magyarázta az értelmét. Édesanyám pedig így szólt szegény. Eredj, lányom, a törvény törvény, nem lehet vele tréfálni. Hát én el is jöttem, hogy kiálljam a félesztendőt. Az elnök kétszer is megtörölgeti a szemüvegét, mérges, hideg tekintete fölkeresi a kollégái arcát. Az ablakot, a padlót, a nagy vaskályhát,
melynek likacsos ajtaján szikrázó tűzszemek nézik vissza, mereven, és azt morogja önkéntelenül. A törvény, törvény. Majd újra meg újra végigolvassa az idéző végzést, azokat a kacskaringós szarkalábakat a fehér lapon. De viszont következetesen azt mondják, hogy Bede Anna orgazdaság vétsége miatt fél évi fogságra van ítélve. A bádok karika őrült sebességgel kezd forogni. Bizonyosan széltámadt odakűn, amint hogy rázza is már az ablaktáblákat. És mintha valakinek a hazajáró lelke volna, hideg borzongatást keltve besüvít a nyílásokon. A törvény, törvény. A kegyetlen fej helyeslést bólint a túlvilági hangnak, a nagy kövér kéz pedig a csengettyűt rázza meg a törvény szolgának. Kísérje ön el Bede Annát a fogházi felügyelőhöz. Nos, miért is kellett ennek a fiatal bájos lánynak megjelennie a bíróságon? Mi is az ő nagy baja, amelyről olyan szívekig ható hangon tudott mesélni, hogy meglágyította a szigorú bírákat is? Sejtelmesen, a késleltetés technikáját alkalmazva ismertetnek bennünket a narrátor ezzel a bűnüggyel. Először a tett következményeiről, vagyis a büntetésről olvashatunk. Bede Anna felhivatik, hogy fél évi fogház büntetését mai napon megkezdje. A lány töredezett elbeszéléséből sem a tettet ismerjük meg, hanem az írás, vagyis a bírósági idézésnek a történetét. Mikor került hozzájuk ez a szöveg, ki segített annak értelmezésében, mit gondolt a lány édesanyja a helyzetről, illetve a törvényről. Csak ezután derül fény magára a bűntényre. Orgazdaság vétsége miatt. Az orgazdaság szó magyarázatát megtaláljátok a tankönyv 105. oldalán a szó magyarázatoknál. Lopott dolog, vásárlásával vagy eladásával elkövetett bűncselekmény. Az elnöknek döntenie kell. Viselkedése mégis bizonytalanságról árulkodik. Először körbe tekint, megerősítést vár talán a kollégáitól, újra és újra végigolvassa a végzést, majd egyfajta libérces látomásban túlvilági hangot hall, és erre válaszul, kiadja a parancsot. A lányt fogságba kell zárni. Vajon mi bizonytalaníthatta el? Mit sejtetett meg az elnök? Olvasunk tovább a történetet. A szolga átveszi az iratot, a lány némán fordul meg, de pici piros ajka, amint görcsösen megmozdul, mintha szavakat keresne. Talán valami mondani valód van még? Semmi. Semmi, csak az, hogy én Erzsi vagyok. Bede Erzsi, mert tetszik tudni a testvérnéném, azaz Anna. Ma egy hete temettük szegényt. Hisz akkor nem te vagy elítélve. Ó, édes Istenem, hát miért ítélnének el engem? Nem létek még a légynek sem. De hát akkor minek jössz ide, te bolond? Hát, úgy volt az, kérem, hogy mielőtt ez a dolga a király tábláján járt, meghalt. Mikor kiterítve feküdt a virágos kamrában, akkor jött ez a parancsolat, a félesztendő miatt, hogy mégis ki kell állnia. Ó, mennyire várta, de jó, hogy nem bírta kivárni. Nem ezt várta. Könnyei megeredtek a visszaemlékezésben. Alig bírja folytatni. Amint ott feküdt mozdulatlanul, becsukott szemekkel, örökre elnémulva, megsiketülve, megígértük neki az anyámmal, mindent jóvá teszünk, amit a szeretője miatt elkövetett. Mert nagyon szerette azt a Kártony Gábort. Miatta keveredett bűnbe. Azt gondoltuk hát, mint gyermekem. Azt, hogy legyen meg a teljes nyugodalma a halóporában. Ne mondhassa neki, hogy adósa maradt,
Édesanyám a kárt fizeti ki, én meg a vármegyénél szenvedem el helyette azt a fél esztendőt. A bírák egymásra néztek mosolyogva. Milyen naív, milyen együgyű lány. Az elnök arca is, mintha nem volna már olyan szertartásosan hideg. Sárga kendőjével nem is annyira a homlokát törli, talán lejjebb valamit. Jól van, lányom, szól halkan és szeliden. Hanem megállj csak, most jut eszembe. Széles fenyerét homlokára tapasztja, és úgy tesz, mintha a gondolatokba mélyednek. Igen, igen, nagy tévedés van a dologban. Hibás írást küldtünk hozzátok. Nagy, mélázó szemeit élénken emeli fel a lány az öregre, s mohon szól közbe. Lássák! Lássák! Olyan fájó szemrehányás van a hangjában, hogy az öreg elnök megint a zsebkendőhöz nyúl. A kegyetlen ember egészen el van érzékenyülve. Odalép a lányhoz, megsimogatja gyöngéden azt a holló hajat a fején. Odafönt másképp tudódott ki az igazság. Eredj haza, lányom! Tisztelem édesanyádat. Mondd meg neki, hogy Anna nénéd ártatlan volt. Gondoltuk, mi az? Suttogá, s kis kezét szívéhez szorította. Bizony, az öreg tapasztalt elnök megsejthette, hogy a naív lány valamit elhallgat. A műtetőpontja a lány baldomása. Halott testvére túlvilági nyugalmáért vállalta volna helyette a fogházbüntetést. A testvéri szeretetnek ez a megnyilvánulása még jobban megindítja a földi törvénykezőket. Kegyes hazugsággal az elnök felmenti a szeretője miatt bűnösként elhunyt Annát is. Ha tetszett a történet, és remélem, hogy tetszett, olvassátok újra, és legalább gondolatban mérlegeljétek az édesanya döntését. Elfogadhatónak tartjátok-e? Ha igen, miért? Ha nem, miért? Jó olvasást!